Itt vagyunk a Sorház utcai focipályánál. Kőbányán számtalan focipálya található, a legtöbb egyébként sajnos beton, van egy-kettő gumi vagy pedig műfű borítású, de élőfüves focipálya, amit ingyenesen tudna használni a helyi lakosság, olyan nem áll rendelkezésre. Mint kőbányai lakos és a 9-es számú választókerület képviselőjelöltje, szeretném, hogyha a koronavírus okozta veszélyhelyzet elmúltával a helyi lakosságnak fennállna ez a lehetőség, hogy ingyenesen használhassa az élőfüves focipályát. Az FKF tulajdonában, vagyis üzemeltetésében áll ez a focipálya, ezt itt láthatjuk a táblán, azonban egy nagy utat kellett bejárjuk ahhoz, hogy egyáltalán erről kapjunk bármiféle megerősítő választ. A kőbányai sportszövetséget felkeresve egy másik sportszövetséghez irányítottak át, ott megkaptam azt az információt, hogy ez a közterület felügyelet tulajdona. A közteresektől megkaptam azt a választ, hogy ez az FKF tulajdona. Az FKF intézményét felkeresve egyszerűen nem tudták értelmezni kérdésemet, hogy ez a focipálya az ő üzemeltetésük alá tartozik-e, és egyszerűen csak azt a választ kaptam, hogy ők szemétszállítással foglalkoznak, és hogyha ebben tudnak segíteni, akkor állnak rendelkezésemre. Na most nyilván nem hagytam annyiban ezt az egészet, és az önkormányzathoz fordultam segítségért, azonban az önkormányzatnál sem tudtak érdemi választ adni, és átirányítottak az építésügyi hatósághoz, ehhez az osztályhoz. Ott sem tudták megmondani, kihez tartozik, ezért a polgármesternek írtam egy levelet, benne több kérdést feltéve, tőle még nem kaptam meg a választ, amint a választ megkapom, jövök az információkkal. Viszont az építésügyi hatóságnál, ennél az osztálynál, és itt a környező lakosságot megkérdezve, elmondták, hogy itt egyébként a régi téglagyárnak volt a bányája, amit betemettek, és utána különböző gázok szivárognak fel. Na most ennek vannak különböző mérési módjai, ezeket az adatokat szintén kikértük a polgármestertől, remélem meg fogjuk kapni. A lényeg az, hogyha itt tényleg gázok szivárognak fel a focipálya területén, akkor természetesen nem használható ez erre a célra. De amennyiben a focipályát nem érinti, úgy a megközelíthetőség és a kihasználatlanság miatt ez tökéletes helyszíne lenne, annak, hogy minden kőbányai család, fiatalok, öregek egyaránt tudják a szabadidejüket eltölteni itt az élőfüves, ingyenesen használható focipályán. De most, hogy nyitva találtuk ezt az ajtót, menjünk be és kérdezzük meg itt a helyi illetékest, hogy mégis mit lehet tudni erről az egészről. Hát, hogyha most választ kapunk azonnal. Jó napot kívánok! Vékony Csongor vagyok, a Mi Hazánknak kőbányai elnöke, és egyben a 9-es számú választókerület képviselőjelöltje. Információt szeretnénk kapni, hogy ez a focipálya, ez az FKF tulajdonában, üzemeltetésében áll, ezt jól láttuk a táblán? Igen, de én csak most járok be, úgyhogy most senki illetékes nincs egyelőre. Értem. Arról esetleg tud valamit, hogy az itt a lakosság is említette, hogy különböző gázok szivárognak fel, hogy ez a focipályát is érinti, vagy ennek a mérőműszerei az itt megtalálható? Fogalmam nincs. Mérni szoktak, azt tudom, de nem tudok semmit. Jó. Ha lássad, nyitva a kapu is, mert jönnek füvek mérni, gondolom most azt hiszem, akkor jöjjön be, mert többet tudnak mondani, jó? Jó, hát akkor köszönjük szépen. Szeretném, ha minél több kőbányai ezt átélhetné.